Rossz volt az időjárás, ezért nem készült el időre a felcsúti kisvasút. A kormány egy 2013-as határozatban arra utasította az uniós pénzeket felügyelő fejlesztési ügynökséget, hogy 600 millió forinttal támogassák a puskás alapítvány beruházását. A többi pénzt a magyar állam fizette vissza nem térítendő támogatásként. A vasúta a felcsúti stadiont köti össze az alcsúti arborétummal. Szó szerint az utolsó simításokat végzi ez a gép felcsút mellett a sineken. A vonal hossza 5,7 km, a vonatok sebessége óránként 25 km lesz. Az Orbán Viktor által életre hívott alapítvány pályázatában a térségben kiépült, illetve kiépülő turisztikai sportcentrumok és szórakoztató központok összekötésével indokolta a beruházást. Nagy szerencséjük volt. Egy 2013-as kormányhatározatban ugyanis kiemelt beruházássá nyilvánították a kisvasutat, és 600 millió forint uniós pénzt kaptak a kivitelezésre. A 257 millió forintos önrészt a magyar állam fizette. A kisvasútnak három állomása lesz. A Felcsúti Foci Akadémia mellől indul, megáll a felújított Felcsúti vasútállomáson, majd tovább megy egészen az Alcsúti Arborétumig. A pályázat szerint a kisvasúton napi 2500-7000 utas fog utazni. Ez azt jelenteni, hogy forgalmas napokon felcsút és alcsút doboz teljes lakosságának a duplája utazna a vonaton. Összehasonlításképpen a budapesti gyermekvasút legforgalmasabb hónapjaiban napi 1500 utas szállít, pedig ott még párhuzamos buszközlekedés sincsen. Felcsúton a kisvasutat építő Svitelszki megcsúszott az átadással. Elvileg már most járnia kellene a kisvasútnak. A felcsúti stadiontól alig néhány száz méterre épül a kisvasút egyik állomása. A sinekkel ugyan időre elkészült a kivitelező, a heves októberi esőzések miatt azonban nem tudtak betonozni. Ezért, mint ahogy itt is látszik, ez a peron még nem készült el. Komoly csúszás nem várható. Úgy tudjuk, két hét múlva már zakatolni fog a kisvasút. A kivitelező értesítette a Nemzetgazdasági Minisztériumot a csúszásról, amit a szerződés módosításával oldottak meg. Több érintettet is megkerestünk, nyilatkozni azonban senki sem akart. Sem a Puskás Akadémia, sem az uniós pályázatokat felügyelő miniszterelnökség nem válaszolt írásban feltett kérdéseinkre.